Sziasztok, Nikó vagyok, és itt van velem Péter, Bó és Miharu. Itt vagyunk a 2017-es Cosplay Farsangon, és nem is csak régen, egy pár perccel ezelőtt próbáltuk ki a Nintendo Switch-et a színpadon, és a erről fogom én most faggatni a vendégeinket, hogy milyen is volt ez, illetve játszottam el valamelyik ötök előtt a Nintendo Switch-el, ez ugye tegnap minap jött ki? Igen, tegnap volt a hivatalos megjelenése, én előtte már játszottam. Jó sokat. Tehát te csalsz. Én csalok, de csak is azért, mert tesztelni kellett még, mi lett volna. Talán volt egy rendezvényünk, akkor hivatalosan kellett próbálni itt a megjelenésre, és ugye, hogyha bármilyen kételem voltam tesztelni, hogyha szívjátokban bármilyen előfordulok, akkor visszaküldjük. Úgyhogy viszont ennek okán mindegyik tökéletes volt, mind a négy gép, úgyhogy... Tudom, neked nem az első volt, neked az első volt. Így volt mentségem, hogy kikaptam mindig, de nem baj, nem fog rá probléma. Én nekem még nagyon Nintendo-s gép nem nagyon volt a kezemben. Egy pár hete vásároltam egy 3DS-t, mert a Pokémon szarod megjelent, és nekem nagyon-nagyon nagy fétisem a Pokémon. Viszont még nagyon Nintendo-s konzol nem volt, sem Wii-m, sem Wii-m. Ez volt az első, úgymond ténylegesen első élményem a Nintendo-nak a nem a mászkálós konzoljával, hanem a tévére kötős verzióval, tévére is kötős verziójával. De nem volt egy rossz benyomás, ugye már próbálkoztam a Xbox-a, a PlayStation nem megjelenekkel, és végre van a 3 Nintendo is végre kicsit beszáll nagyon közé. Kezelhetősége, tehát ugye én nekem még mivel sem játszottam például sokat, tehát nekem alapvetően elég fura volt ez a fajta ilyen kontroller, úgymond. Milyen találtatok a kezelhetőségét, mennyire egyszerű, mennyire érthető? Hát nekem azt tetszik, hogy a kontrollerben teljesítményben szétszerhetők, illetve össze is lehet őket rakni. Így szabadabban tudod ők használni, illetve mivel két ember vagy akár, ha nézzük be ezt, ugye van hozzá a Just Dance, négy is lehet vele egyszerre játszani, akkor szerintem teljesítményben kompakt. Hát alapvetően ugye úgy kell képzelni maga, ezt nektek mondom főként, hogy úgy kell képzelni maga a kontrollert, hogy maga van egy középülnek kijelző, amire a két szélére rá tud húzni maga, ugye a két kontrollert, egy kis kép is mindenről van szó. Ugyanúgy néz ki, mint a Wii, meg a Wii meg a kontrollere igazából, csak ilyen extra mini verzióban. Ugye, hogyha ezt a képernyőt lecsatlakoztatod és rágyújulod a töltőre, meg maga a TV kivetítő részére, akkor ugye lesz a home cinema része maga a gépnek, amely maga a kis tévével rohangászak, meg 2-2 és fél óra játékidőt tud biztosítani, attól függ, hogy milyen játéka játszol, és így tudsz ugye a utcán is játszani vele. Illetve maga a két kis kontroller, ami van hozzá, azt egybe is lehet kapcsolni, illetve ezáltal lesz egy kicsit ilyen Xbox-os beütés kontroller feelingje a dolognak, de mégis masszívan eltér maga attól a dizájntól, amit ugye a Microsoft csinált. Viszont a két kis verzióban lehet ugye kópjátékokkal főként játszani. Mi kipróbáltunk kartozósat, illetve ti is kipróbáltatok kartozósat, meg lövöldöztünk is, mind a kettőben én kikaptam, elég ügyes voltam, de kényelmes voltam attól eltekintve, hogy nekem nagyon nagy lapát kezem van, és még ebbe is be tudták úgy passzírozni a gombokat, hogy nekem is kényelmes legyen, úgyhogy igazából ez csak egy piros pont mindenféleképpen a kontrollernek. Részemről piros pont a csuklópárt is hozzá, mert tegyük hozzá, hogy reggel, amikor hangoltuk a tévével együtt az egész rendszert, akkor kipróbáltuk, hogy működik, azzal kezdtem, hogy az első kardozós játékban járultam. Úgyhogy a gazdája az ült, de utána azt felcsatoltuk a kis csuklópártokat hozzá. Tehát megértem, hogy a vénél is miért járt hozzá egy ilyen kis kutyú. Egyébként kettőfajta játékot tudtuk most kipróbálni, ugye volt ez a Bantu Switch, ezek voltak a pici kis játékok, ezek voltak azok a kis páros játékok. És hát volt együtt nagyobb jelenzetű a játék, ugye a Zelda. Nektek melyik időben jobban tetszett? Kis páros, párperces? Nekem a Bantu Switch. Mert 25 játék van benne, tehát eleinte 7 darab játékkal lehet játszani, hogyha valaki frissebb, újonnan lesz meg. És különböző van a nehézségi fogok, azok, aki egy kis csili paprika jelzi, és mindegyik nehézségi fogból van egy-egy játék, ugye ki van emelve, és hogyha mindegyikkel játszol, akkor ki tudod állapolni az összes 25 darab játékot, és szerintem nekem az a legjobb, nekem az jön meg kész. Az a csajos részleg. Mondhatjuk így is, nem? Hát igen, tudod, a tehetségfejtel. Az a játék. Első. Orbi, Turbi, kezdjük el játszani játékban van. Felültelet. Mit csinálunk? Mondom, az gyönyörű. Hát felültelet. És konkrétan ezt kell csinálni a játékban, és ez a ilyen kis mini játékban. Tehát igazából feltett van a tehetet, tehát ez tényleg, mert a kontroller az érzékeli a rezgés, illetve a mozgás, illetve az, hogy
hogyan fordítgatod. Reggeli láték most simán, beindítjuk a switchet, jó kis tejmény a megvalóza. Hát föntről lefelé kell, és ugye van két gomb is a szélén, és akkor azt kell, hogy először felsőt, aztán az alsó. Tehát tényleg igazából tehet fel, ilyen tehenet, pontosítva. Már az gyerekeknek készült ez a játék. Gyerekeknek készült a játék. A játék. Mondhatjuk azt, hogy ezek az ilyen párperces sporti játékok, tehát mindenfajta elutatás nélkül, tehát amikor van egy buli és azt mondod, hogy szociális akarsz lenni és a haverokkal játszol, az Eldo az pedig az, amikor így egy nagyobb vélezetvételi játékot szeretnél, a kalandol, a sztoriban, minden is. Igen, a japánoknál az megszokott az, hogy amikor összejövetel van, akkor ők nem azt, hogy telefonnyomkodnak, és azért náluk, hogy náluk is nagy divat a telefon egyértelműen. Tehát azért aztán meg kell mondani, hogy a Sony minden azért mégiscsak. Viszont náluk az események mindig társasok, tehát mindig majd társashoz van valaki, tehát lelátok mindig valamit. Tehát most erre találták ki ezt a One to Switch játékot is, tehát ez nekik a fő dolog. Az összes játékok kéval az ellen, hogy lehet párosan játszani. De igazából ez a két úgymond nagyobb nyitó címük, úgymond két nagyobb nyitó címük, de a később reformán, hogyha jól tudom, akkor lesz hozzá, hogy a Skyrim is nagyon sokára fog megjelenni, ami azért valljuk be, egy kicsit hardcore réteget fog megszélozni, illetve úgy lehet, másik hardcore réteget pedig majd a FIFA, ami jól meg fog rájelenni, ellen mondjuk nem annyi jó, hogy a Nintendo végre nyitott egy kicsit a más játékok felé, mint hát ugye nem is csak kizárólag minden dúsz címek, mint például a Pokémon és társadalmi, illetve az Zelda és hasonló szisztémák, illetve még a Xenoverse 2. Úgyhogy mindenféleképpen amúgy érdemes figyelni, milyen címek van megjelni rá. Lehet, hogy lesz egy-két olyan exkluzív, ami most már ténylegesen annyival fejlettebb, ami úgy megfogja az embereket. Például az Zelda sem most már csőjáték, hanem ugye, amikor mennyi lábóbébe, állóbébe, folyamatosan ez van, hanem oda még szabad szeretni, mint például a World of Warcraft-ban. Csak ugye nyilván a questeket, illetve maga a feladatot követni kell azt a szállat, de azon belül bárhova elmehetsz, hogyha például neked mindig tegyük fel a sörögő potenci, akkor már tudod egy kicsit még tovább időzni, nem kell meg tovább haladni, ahogy a küldetés ígéri. Úgyhogy mindenféleképpen érdemes amúgy ránézni, mert nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy kipróbáltuk a játékot, illetve maga a kis konzolt, te már jól előrébb, úgyhogy köszönjük. Kellett valaki, aki ért is egyébként hozzá. Igen, ezért kaptam csak kinyugi, kettő mindenben. Legközelebb ilyen, ez még lehet a visszavágban, hogy van idő felkészül. Ja. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük a meghívást, illetve a cosplayesenek, akik itt voltak. A türelmetekért és a elszántságotokért, hogy azok úgy nézzenek ki, azért pedig meghajlok, mert dublákokat voltatok össze, úgyhogy minden részletnek, minden versenyzőnek és minden ellátogatónak jó szolgatást kívánunk, illetve hát nulla cuccokat tudtok összehozni, úgyhogy ez király, ez egy jó kis cucc. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, hogy voltatok. Köszönjük szépen. Köszönjük. Sziasztok.